tudják, hogy milyen a gyermekük. Jó estét kívánok, nagy szeretettel köszöntöm Önöket szervező csapatommal, a Jeteleki Közösségi Ház és Városi Könyvtár nevében, mielőtt Fintor Gábornak hívnak. Tudod-e, hogy milyen a gyermeked? Ugye ez a központi témája a mai előadásnak, és ez az előadás szólhat azoknak is, akiknek még nincs gyermekük, szólhat azoknak is, akiknek már több gyermekük van, és szólhat azoknak is, akiknek esetleg már unokájuk is van. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, dr. Bekerdi Tamás, 1975 óta ír könyveket, műveket, alkotásokat, pszichológia tanár, egyetemi docens, és számtalan kitüntetéssel jutalmazták már pályafutását. Hölgyeim és Uraim, kérem, fogadják szeretettel, nyílteleken itt a Királytelek Vigadóban a tanárurat, dr. Bekerdi Tamást. Most addig ülsz itt, amíg meg nem írod. Én erről lebeszélném magunkat, azt mondanám, gyere kisfiam a konyhába, igyál egy kis vizet, hámozok egy almát, bár a héjában van a vitamin, de mindegy, a kiskorban is így tettünk. Fel gerezdekre ágom, kis tányérra tesszük, bemegyünk, oda teszem a füzet mellé, és kisfiam, figyelj, diktál! Amikor felébredtem, már besütött a redény rácsok között a nap, gyorsan rácsaptam a vekkerre, magyarul vekker, nem ébresztő óra, de most nem mi érdekel a nyelvészetben, mert nem szeretem, ha megszólal, stb. Lediktálom az egy napomat, másnap megkapom rá jól megérdemelt három alát, és de már aznap este meghallgatom a nagymamát, Úristen, most teszed tönkre a gyereket. Egész életében mankóra fog szorulni. Csalásra neveled. Olyan lusta lesz, mint divastól. És ezt meghallgatom, és legközelebb újra lediktálom. Mi történik? Nem magyarázom el a gyerekek, figyelj ide oda, képzelem magam az ár, nem mondok semmit 3:49-kor. Csak diktálok. A gyerekem 3 hét, vagy 3 hónap múlva 5-ös dolgozatot ír az iskolában. Hogy? Mert nem hülye. Mert megértette, hogy én ezt hogy csinálom. Rájött. Ugyanakkor sokkal jobban tudja, mit kíván a tanítónéni. Én 4 aláig tudtam felhúzni. De ő 5-ös dolgozatot ír. Holott az óvodák közoktatásunk legjobb intézményei. Most értem jöttél, viszel el. Ahelyett, hogy rugdosnád velem a kavicsot, vagy mennénk mászókázni, vagy hintázni, vagy haza, vagy fagylaltozni, vagy nem tudom mit csinálni, ahelyett, vagy homokozni, vizezni, ahelyett azt kérdezed, mi volt az óvodában. Most ha az én konkrét képi emlékezetemmel most visszaidézem, hogy mi volt az óvodában, akkor ott vagyok. De én nem akarok most ott lenni, tehát azt mondom, semmi. Majd a fürdőkádban esetleg, vagy még inkább, amikor már leraktál, meséltél, megpusztítál, minden volt, és most izgatott vagy már egy kicsit, hogy talán kezdődik a nagy film, akkor majd felkiáltok, hogy Ica néni azt mondta, és elkezdek mesélni. Szívja a Jeteleki Általános Iskola igazgatója, mint át dr. Bekerdi Tamásnak.